Beszélgető társam, orientalista végzettségű táncoktató, eredetileg politológus, értékkutató. Hát lehetne még sorolni talán, hogy mi minden foglalkozik Volner Márta sába, de mindenek előtt arra vagyok kíváncsi, hogy én Mártiként ismertelek meg, egész kiskorod óta ismerlek. A sába az mikor jött, és miért pont sába? Ezzel már nagyon-nagyon régóta nem gondolkodtam. Amikor elkezdtem táncolni, akkor nagyon megtetszett, és különösen azt tetszett benne, hogy ez nem arab név, hanem ez egy ilyen régi bibliai név, és nagyon megtetszett ez a történet, ami Sába királynőjéhez kapcsolódik. És az elején még nem gondoltam, hogy ez ebből bármiféle komolyabb dolog lesz, aztán amikor elkezdtem táncolni, akkor az volt a szokás, hogy művésznevet választottak az emberek, és amikor arra került a sor, hogy válasszunk egy művésznevet, akkor én nekem ezt tetszett, és ezt választottam. Az arabok iránti, vagy az arab kultúra iránti érdeklődésed volt meg előbb, vagy előbb táncoltál, és a kettő összekapcsolódott? Szerintem együtt volt meg a kettő, mert ugye ez együtt kezdődött, és előtt korábban táncoltam mindenféle más táncot, tehát volt reneszánsz tánc, indiai tánc, keleti tánc, és utána találtam rá a hastáncra, ez akkor nagyon kezdeti stádiumban volt, tehát akkor még kevesen csinálták ezt, és viszont már akkor elkezdődött, tehát már voltak tánciskolák, és akkor én is elkerültem egy tánciskolához, nekem Tia volt az első tánctanárom, neki köszönhetem az alapjaimat, tehát elkerültem Vitális Annához, tőle is nagyon sokat tanultam, és utána, ahogy elkezdtem a tánc iránt érdeklődni, úgy jött ez az arab kultúra iránti érdeklődés is, szóval lassan rájöttem, hogy ez egy végtelen nagy tenger. Ebben még belemegyünk ebbe a tengerbe egy kicsit bővebben, egyáltalán a tánc honnan jött, mert annyit talán elárulható, hogy privatizáljak itt a beszélgetés során, hogy legrégebbi gyerekkori barátom első osztálytól a te bátyád, idősebb bátyád, de jobban vagyok a másik bátyáddal, a Lacival is, Péter, Laci. Hát nem szerettünk táncolni, a rockzenét szerettük, tombolni, ugrálni, csápolni, a tánc nagyon távol áll tőlünk. Neked honnan jött, vagy lányoknál ez könnyebben megy? Szerintem ez ugyanonnan jött, amit most a tanítványaimon látok. Tehát én akkor ugyanúgy egy tanítvány voltam, mint amit most látok, rajtuk látok viszont, hogy én a fiatal tinédzser koromban, én is ugyanúgy, mint az összes többi lány akkor, kerestem önmagam, kerestem azt a dolgot, ami hozzám illik, és úgy éreztem, hogy ebben a táncban magabiztosságra lelek. És ugyanezt a magabiztosságot látom a tanítványaimon megszületni, és szerintem nálam is ugyanez volt, mikor elkerültem erre a táncórára, úgy éreztem, hogy tudatában vagyok a testemnek, a mozdulataimnak, tudom uralni az izmaimat, és ez egy nagyon jó dolog volt, és akkor ezáltal magabiztosabb lettem, és ezt a magabiztosságot szerettem meg ebben a táncban. Hány éves voltál, amikor úgy elkezdtél ezzel komolyabban foglalkozni? Még nem hivatásszerűen, de úgy rendszeresen. Hát a gimnázium végén, 18 körülbelül, érettségi környékén előtt kezdtem el, aztán az érettségi, és utána. Akkor azt aludd el most már csak, hogy miért politológus szakra mentél, vagy miért ezt tanultad először? Persze az arab, a közel-keleti arab-izraeli konfliktusok azért mindig egy érzékeny pont. Ez akkor még nem volt tudatos. Nem volt tudatos. Honnan jött a politológia? Hát a művészettől, tánctól egy picit távol áll. Ez akkor még nem kapcsolódott össze, hanem egyszerűen én egy hobbiként választottam a táncot, és eljártam a táncórákra, és mellette ugye leérettségiztem, mentem az utamon, amit akkor úgy gondoltam, hogy az utam, és akkor felvételiztem a jogi karra, a ELTE-nek az állam és jogtudományi karára, ahol a bátyám is tanult, tehát egy ilyen családi hagyomány volt, édesanyám bírónő. És akkor volt egy ilyen családi vonal, hogy ez a jogi pálya. És akkor felvételiztem én is ugye a jogra, és ugye abban az évben indult el a politológia, vagy akkor indult el, vagy én voltam talán a második évfolyam, tehát mindig így a tanulmányom során én voltam mindig ebben a váltásban, vagy egy évfolyamnak az utolsója, vagy egy elsője, tehát mindig én voltam a Bolognának, én voltam az elsője, tehát hogy ez az arab szakon is így történt, a politológián is így történt, és akkor a felvételi során ugye a pontszámok alapján, hogy hiányzott 2 pont a jogi karhoz, és akkor felajánlották nekem, hogy felvesznek a politológiára, és ha akarom, akkor itt elkezdhetem ezt ilyen állami képzésen, ugyanúgy, mint ahogy a jogi karnál elkezdhetném, és érdekel-e ez engem. És akkor úgy voltam vele, hogy igen, érdekel, és akkor ott elkezdtem ezt. Te végzett politológus vagy? Tehát tulajdonképpen, hogyha te írnál egy tanulmányt, eszét, bármit, valamelyik
folyóiratban, akkor ki lehetne élni, hogy Polnár Márta politológus. Igen, tehát nekem diplomám van. Diplomás politológus. Diplomás politológus. 2003-ban végeztem igen. az Állam és Jogtudományi. Egyébként, ha már kapcsoljuk össze, akkor a politológus mi volt odat, azt összekötötted az arab kultúrával, most nem is a kultúrával, hanem érted, mire kérdezek rá, tehát az mindig egy ilyen gócpont volt arábiai félsziget. Hát igen, amikor végeztem a politológián, akkor még nem. Az arab szakot, amikor érdeklődtem az arab szakirán... 10 évvel később legalább hát, végeztél legalábbis az arab szakon. Igen. Hát igen, mert 2006-ban kezdtem ott BA-n, ugye én voltam az első BA-s évfolyam, és utána jött az MA, amit szintén nagyon szerettem volna elvégezni, mert ugye ott a BA az egy ilyen keleti nyelvek és kultúrák szak volt, tehát ott mindenféle egyéb is volt. Csak ez volt az alapozó képzés, akkor az MA volt már a tiszta arabisztika, és akkor ott volt egy évfolyam társam, és ilyen hárman voltunk az évfolyamon az MA-n, és akkor az egyik évfolyam társam elment ösztöndíjra, tehát maradtunk ketten, és akkor két fős volt az évfolyam. Ez nagyon érdekes volt, de ugye ez egy nyelvészeti szak, tehát az arab szak, meg az arabisztika, az valójában egy ilyen nyelvészeti és kulturális szak, tehát nem közvetlenül ezekkel a politikai vonatkozásokkal foglalkozik. Világos, de egyébként személy, tehát így egyénileg érdekelt téged az a ottani politikai történések helyzet? Igen, inkább érdekelt, főleg ezek a kulturális helyzetek. Tehát tulajdonképpen itt van két rendkívül különböző világ. És hogy engem az érdekelt, a hastánc, meg ez a, tehát a tánc, amivel foglalkoztam, az egyiptomi utazások, tehát amikor elmentem a Közel-Keletre, aztán amikor ösztöndíjas voltam Jordániában, tehát hogy itt voltak olyan érintkezési pontok, ahol így elég rendesen érezte az ember ezeket az egymásra hatásokat. És mindig nagyon, nagyon furcsának találtam azokat a helyzeteket, hogy vannak olyan szituációk ebben a világban, amilyen egyik oldalról is, másik oldalról is nagyon érdekes helyzeteket hoznak létre. Például itt van a hastánc, mint az arab kultúra része, mindenki, aki meghallja ezt a szót, akkor rögtön eszébe jut az ezeregy éjszaka, a háremek, a nem tudom, és közben pedig van egy másik oldalon egy olyan kulturális közeg, amiről azt halljuk, hogy tetőtől talpig csadorban járó nők, minden, tehát hogy van ennek ez a tehát, hogy, és akkor hogy jön ez össze, és engem mindig ez érdekel, de rendkívül, hogy lehet a hastánc ennek a világnak a része, ami tulajdonképpen a másik oldalról egy borzasztó rigid rendszer, egy borzasztó formalizált rendszer, egy ilyen nagyon, nagyon normatív, dogmatikus rendszer, egy nagyon kemény társadalom, és akkor vannak benne olyan pontok, ami viszont a világ legoldottabb pillanatait adja meg. Persze ennek sok oldala van, sok arca van, a hastánsznak is sok oldala van, de például, és amikor elvégeztem az arab szakot, akkor azt éreztem, hogy a politológián ugye nagyon érdekelt engem mondjuk ezek a társadalmi folyamatok, ugye a politológia ez egy társadalomtudomány, nagyon érdekeltek engem ezek a társadalmi folyamatok. Aztán elkerültem az arab szakra, ami tulajdonképpen egy kicsit ilyen középkori lingvisztika volt, hogy akkor ennek a kultúrának a kialakulása, akkor a kulturális rétegződései, tehát ugye ennek az alapozása. És akkor ezt a kettőt elvégeztem, akkor láttam, hogy még mindig nem áll össze a kép, tehát még mindig nem jön ebből össze ki egy olyan egész, ami engem érdekel, tehát hogy hogy a kultúrák hogy viszonyulnak egymáshoz, hogy hatnak egymásra, tehát ezt még mindig nem tudom, és akkor találtam meg ezt a szociológiai interdisziplinális tanulmányokat, ahol viszont ez az értékkutatás az még tart egyébként? Van, ez még tart, igen, és hogy úgy érzem, hogy itt van az a terep, ahol ezt egy kicsit ki lehet fejteni, hogy tulajdonképpen ezek az nem is csak az integrációk, hanem ezek inkább ezek az interkulturális viszonyokkal lehet jobban foglalkozni. Hastánc meg úgy jön ebbe az egészbe, hogy ez olyan, mint picit, mint a jéghegy csúcsa, hogy valójában a hastánc az a női szabadság tánca.
Tehát abban a világban van egy picike zárvány, egy picike kis kör, ahol a nők valódi szabadságot élnek meg. De tulajdonképpen ez egy zárvány, mert hogy abban a rigid társadalomban ezek meglehetősen lehatárolt dolgok, tehát nagyon kemény külső korlátaik vannak. És akkor azt figyeltem meg, ugye mióta már nem tudom, 100 éve tanítok hastáncot, nagyon nem 2002 óta, nem tudom hány éve, nagyon régóta tanítok hastáncot, azt figyeltem meg, hogy a nők, akik hozzánk jönnek, és érdeklődnek, és szeretnének táncot tanulni, ők nagyon hasonló gátlásokkal küzdenek. Tehát valamiért keresik ezt a táncot, valamit szeretnének ettől a tánctól. És azt vettem észre, hogy ők szintén valamiféle felszabadultságra vágynak, arra vágynak, hogy valahogy kiszakadjanak a hétköznapjaikból, kiszakadjanak ebből a mindennapi teendőikből, a terheikből, és hogy emellett keresnek egy olyan kis terepet, ahol szintén egy ilyen szabadságot keresnek, vagy szabadságra vágynak, és akkor megfigyeltem azt, hogy még mondjuk a keleti világban a külső korlátok uralják ezt a kis teret, addig nálunk nagyon sokszor ezek a nők belső korlátokkal küzdenek, tehát ők maguk teremtik meg a korlátokat, amivel utána küzdenek. És akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy így a táncórákon én próbálom ezeket így moderálni, hogy segítsen nekik abban, hogy így át tudjanak lépni ezeken a korlátaikon. Én abszolút laikusként, amit tudok erről a világról, és most maradjunk a nő lehetőségei, korlátai, most az arab világról beszélünk, hogy azért kell beburkolózni, csadorba járni, tavaly Szarajevóban láttuk, hogy a szájuk el volt takarva, és csak úgy tudtak enni, hogy fölhajtották, meg inni. Teszem hozzá, hogy a 2 éves kislányunkat úgy puszilgatták, hogy fölhajtották, puszilgatták vissza. Tehát nagyon nyitottak és közvetlenek voltak a muszlimnők. De hogy ne nézhessen rájuk más férfi. Na most ehhez képest egy nagyon intim testrészüket mutatja, kimutathatja minden nő, vagy aki nem házas, vagy nem gondolnak esetleg a hastáncos nőkre úgy, mint ez valami bűnös dolog, vagy szóval hát hogy ez a faj, tehát az a faj, ez a világ is nagyon sokrétű, tehát nagyon sokféle nézet van benne. Tehát azok, akik mondjuk az utcán úgy járnak, azoktól ez egy távol álló világ ennek a nyilvános gyakorlása. Tehát itt mindig arról van szó, hogy van egy nagyon éles különbség a kint és a bent fogalmai között. Tehát még mondjuk a kint az egy zárt világ, tehát ott elképzelhetetlen a kint táncoló táncosnő, tehát a mindenki szem előtt táncoló táncosnő, az ebben a világban egy kicsit ilyen így kívül kerül a, hogy mondjam így, a mainstreamen, tehát hogy egy ilyen kicsit ilyen érinthetetlen kaszt, tehát igen, mondjuk így, hogy igen, tehát hogy van egy megítélése, van egy társadalmi megítélése. Igen, erre gondoltam. Ami persze megint csak a társadalmi helyzettől is függ, tehát attól függ, hogy milyen közegben, mert mondjuk ezzel párhuzamosan, ha megemlítem mondjuk a szórakoztatóipart, a filmgyártást, a színházakat, az énekeseket, tehát az egész szórakoztató központot, aminek mondjuk Egyiptom a központja, és ellátja ezt a világot ilyen típusú filmekkel, zenékkel, popzenével, nem tudom mivel, abban a világban ez a megítélés már megint másmilyen, tehát ott a modernitásnak, meg a társadalmi innovációnak már egy más foka van. De most amiről itt szó van, az mindig ugye az erősödő fundamentalizmus, amikor ugye bejön ez az erősödő vallási fundamentalizmus, akkor visszafordulnak ugye ezek felé, a ő általuk értelmezett vallási szokások felé. Részben, mert Szaúd-Arábiában például most ratifikálták, hogy engedélyezik azt, hogy a nők vezethetnek autót. Így van, és van is vele szemben egy társadalmi ellenállás, akik azt állítják, hogy ez azt jelenti, hogy a egyenlő azzal, hogyha a nő autót vezet, akkor oda megy, ahova akar, tehát megcsal engem. Tehát, hogy ez egy nagyon mély mentalitásbeli probléma, és hogy ugye ez messzire vezet ez a téma, ugye ez egy messzire húzódó modernizációs válság, ennek jelensége a fundamentalizmus megerősödése, egyik oldalról egyfajta válasz a válasz képtelenségre a modernizációval kapcsolatban, elvezet odáig, hogy ugye a modernizáció nem feltétlenül nyugatosodás, mi lesz akkor, ha egy kultúra úgy modernizálódik, hogy közben nem nyugatosodik, tehát hogy ez egy borzasztó messzire vezető kérdés, erőre kap, vagy hogy magabiztosságra kap, és akkor ugye ezek az irányzatok magabiztosságra lennek, akkor egyre több csadoros nő lesz, de közben pedig ez a fajta viselet például nagyon sok országban, meg nagyon sok, hogy mondjam, nézet szerint egyáltalán nem helyes, vagy nem az, hogy nem helyes, hanem hogy nem elvárható,
párt, hanem hogy mondjuk, ha muszlim viselet van, akkor az egy fejkendő, de az arcot nem kell eltakarni. Mm-hmm. Jó, tehát nincs két egyforma arab társadalom, nincs, vagy ország, van, mindenhol máshol. A hastánc az régebbi, mint az iszlám, tehát az jó, ez egy régi termékenységi rítus, tehát tulajdonképpen az ókori keletről származható istennőkhöz kötődő termékenységi rítus tánc, tehát akár a régi, ezekhez a régi kultuszokhoz. És ez egy olyan jelenség, ami a közel-keleten maradt fent, mint egy ilyen búvó patakként, mint a régi néphagyomány, ahogy szépen beleolvad az úgy kultúrába, úgy maradt fent, hogy elvesztette a szakrális jelentőségét, tehát már nem kötődik semmiféle ilyen régi rítusokhoz, viszont megmaradt a forma nyelv, mert hogy a női szépség tánca, a női szabadság tánca, az tulajdonképpen beleillett abba a körbe, amit ez az új kultúrrendszer hozott, hiszen végül is ebből a szempontból ez nem volt tilos. Az persze igaz, hogy sok szempontból ugye mindig volt egy megkülönböztetés, hogy ki táncolhatja, ki hol táncolhatja, tehát hogy volt egy olyan irányzat, amikor ez a rabnők tánca volt, tehát csak olyan táncolhatta, aki nem tartozott abba a társadalomba, valahogy kívülről került bele. Ki táncolhatta hol, tehát hogy nyilvánosan, vagy hol volt egyáltalán nyilvános gyakorlása. Nagyon sokáig nem volt nyilvános gyakorlás, ez mindig zárt terekben zajlódott, bent a házakban, a háremekben. Például egy ilyen, egy ilyen táncstúdió. Most részletekben nem tudunk belemenni, bár feltételezem, hogy sokáig tudnál mesélni róla. Nézzünk egy-két gyakorlati szempontot. Kiknek javallott a hastánc tanulás? Van-e valamilyen elvárás? Ki táncolhat, ki nem? Mondjuk 150 kiló fölött érdemes elkezdeni, most csak mondtam valamit. Vagy kell-e valamilyen fizikai adottság ahhoz, hogy az ember ezt gyakorolhassa? Valamilyen edzettségi állapot? Hogy van ez? Hát tulajdonképpen bárki táncolhatja, attól függ, hogy mi a célja, mert mi igyekszünk úgy összeállítani, tehát egy olyan színes tematikát adni ebben a tánciskolában, ugye ezeknek az óráknak, hogy mindenki cél találhasson abban, hogy mit szeretne csinálni. Tehát aki mondjuk versenyszerűen szeretne táncolni, annak is igyekszünk perspektívát adni, hogy megmutatjuk nekik a koreográfiákat, a stílusokat, hogy egy versenyen hogyan működik ez a tánc, mit kíván a zsűri, mik a versenyzési szempontok. Tehát, hogyha valaki versenyezni szeretne, akkor igen, hogy milyen ruhát vegyen föl, az mennyire legyen, tehát, hogy milyen elegáns ruhát vegyen föl. Aki nem szeretne versenyezni, de szeretné megtapasztalni, hogy milyen az együtt táncolás öröme, azoknak szervezzük ezeket a tánciskolai eseményeket, mondjuk egy táncgálát, egy bemutatót, egy ilyen orientális táncos bulit, partit, ahol mindenki, aki nem akar versenyezni, nem versenyzők, de szeretnék ezt az élményt, ezt a táncélményt magukénává tenni, azokat megtehetik. Aki meg csak hobbiból szeretne táncolni, annak is van a táncórákon lehetőség, hogy tulajdonképpen ez egy szép nőies mozgásforma, eljöhet, mozog, átmozgatja az izmait, a testét, nőies mozgást csinál, és ebben megtalálja azt, amit szeretne. Mert sokan keresik az aerobik helyett egy olyan mozgásformát, amiben a nőiességüket jobban megélhetik.
És ezen kívül persze vannak a tanfolyamnak nem csak korosztályos, vagy nem csak ilyen tánc technikai osztása van, van egy korosztályos bontás is, tehát van egy pici gyerek tanfolyamunk, ami nem orientális tánc. Hány éves kortól? 4 éves kortól, de az egy táncalapozó tréning, tehát ott nem hastánc elemeket tanítunk, hanem egy táncalapozó, egy általános táncalapozó tréning, ami a zene szeretetéről, a mozgás szeretetéről szól, a ritmikai fejlesztésről szól. Tehát az ő korukhoz és a testalkatukhoz illő dolgokat adunk alá, tehát semmiképpen nem ilyen kis nőket akarunk ott csinálni, hanem a kislányokhoz illő korban és a fejlettségükhöz illő mozdulatokat, gyerekzenéket használunk. Tehát, hogy ez a két gyerek tanfolyam, akkor van egy junior tanfolyam, ahol ilyen 12-től 16 éves lányok vannak. Na most, aki korábban kezdte, ugye azokon nagyon látszik ugye ez a fejlődési szint, hogy már hogyan tudják adoptálni ezeket a mozdulatokat, és látszik az is rajtuk, hogy amikor a serdülőkornak ezekhez a problémáihoz érnek, akkor ők egy kicsit magabiztosabban tudják ezeket kezelni. Tehát, hogy amikor ugye a nővé válnak, akkor ugye nekik egy ilyen magabiztosságot az ad, hogy van egy testtudatuk, van egy kifejlett mozdulattáruk, tehát amivel tudják uralni a testüket. És akkor utána pedig a nőknél azt vettem észre, hogy van egy korosztály, ugye ez a fiatalabb korosztály, aki ezt abszolút hobbiból csinálja, tehát aki az aerobik helyett eljön inkább táncolni, és akkor együtt megyünk fellépni, vannak ezek az események, amik ilyen közösségi események, ezért szeretik, tehát ott együtt vagyunk, ott van egy társaság, aki barátok leszünk, tehát hogy ez egy ilyen közösségi dolog. És akkor vannak azok, akik idősebbek, akik meg azért választják ezt, mert hogy egy olyan mozgásforma, amiben egyrészt jobban tudják a testüket még kezelni. Vannak olyan óráink, amit direkt nekik ajánlunk, hogy fizikailag ne legyen annyira megterhelő, viszont a mozgás élményét azt megkapják, és akkor ebben örülnek. Valaki meg ellenjavallott? Mondjuk éppen túlsúlyos, erre gondoltam, vagy bárki jöhet. A súly az annyira nem ellenjavallott, hogy mennyire, vagy hány kiló valaki. Mondjuk nem látszik a hasa valakinek. Mert... Ugye a hastánc az has kell, ugye ezt szokták mondani. És hogy annyira vékony, én erre azt szoktam mondani, hogy annyira különböző a mozdulattár, tehát olyan sok ilyen mozdulati repertoárunk van, hogy egyszerűen más típusú mozdulatok fognak jól állni. Jó, de kell figyelni, gondolom, aki versenyezni akar, annak akár a táplálkozásra, a diétára, hát, aki a rendszeres edzettségi annak, állapotban kell lennie. Ehhez is értesz? Tehát ebben is tudsz tanácsot adni? Egy sportoktató. Mi vagy, mi nem vagy. Igen, ez a biók, és előszedjük. Hát ugye ez úgy alakult, ha már ez így szóba került, hogy én... Nem mondom, hogy végén zenész is vagy, te csinálod a zenét is. Ja, nem, de magához az előállás, nem értek. Igen, hát olyan alapszinten tudok tanácsokat adni, arról tanultam, igen, hogy mondjuk egy ilyen általános sportoktatói tanfolyam vezetéshez milyen ilyen jellegű tudás szükséges, tehát mondjuk milyen anatómiai, meg milyen ilyen bemelegítés, meg nem tudom, ilyen gimnasztika, meg ilyesmi, igen, erről volt szó. Ugye ez úgy alakult, hogy amikor én elkezdtem táncot tanítani, vagy hát amikor először elkezdtem ugye mondjuk fellépni, ugye ez 2001-ben volt. Először versenyző voltál, nem? Először versenyző voltam, de már akkor is szó volt arról, hogy ezt mindenféleképpen legalizálni kell, hogy aki akármilyen tevékenységet végez, annak valamiféle. Ez a legeslegelején az Országos Szórakoztató Zenei Központ állított ilyen papírokat ki, és akkor én ott szépen elmentem, és akkor tettem egy ilyen vizsgát, és akkor abból van egy jó kis, egy ilyen nagyon szép dokumentum arról, hogy én orientális táncelőadó művész vagyok, ez 2001-ben. Szóval jött a szabályozás, egyik szabályozás, másik szabályozás, mindig jött valami szabályozás. Akkor mindig reagálni kellett rá, hogy éppen kinek milyen aktuális. És akkor az utolsó, ez az OK-s papír, hogy akkor ezzel kellett rendelkezni ahhoz, hogy valaki táncot oktathasson. És hát akkor el kellett végezni egy ilyen sportoktatói tanfolyamot, ahol viszont így ki elmondták ezeket a dolgokat. És akkor így lettünk mi tulajdonképpen sokan sportoktatók, meg táncoktatók, meg hát ugye mindig az aktuális szabályozásnak meg kellett felelni. És volt egy ilyen furcsa intermezzo, hogy ugye közben elindult egy képzés a TF-en, ahol én már tanítottam, ami kiállította a papírokat, mert ugye a tánctörténetet azt így rám szokták osztani így a táncéletem belül, hogy én értek ez a legjobban, én kutattam ezt a legjobban ki, és akkor rám osztották a tánctörténet tanítását, közben pedig, tehát mi adtuk ki a papírokat
azoknak, akik utána hastánc oktatók lettek. Közben nekünk egy korábbi rendelkezés szerint volt sportoktatói végzettségünk. Tehát ugye ez egy ilyen... Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor te egyszerre vagy, voltál, sok vagy minden, művész, pedagógus, pszichológus, nem, kicsit filozófus, lehet a vallási, meg orientalista dolgok, edző. Hát a táncórákhoz ez szükséges, nem tudom máshogy megtartani őket, tehát hogy ennek van egy ilyen kraftja. Uh-huh. Tehát hogy mit tudom én, ide jön, és akkor hogy bemelegedjen, és ne sérüljön meg, hát az muszáj valami tudni arról, hogy mi fogja őt megvédeni. Meg főleg ugye ez a rengeteg gerincorientált mozdulat, azért erre oda kell figyelni, hogy ez nagyon hasznos, megerősíti az izomzatát, meg a gerincoszlopát, meg a gerinc melletti izmait, de nagyon fontos arra oda figyelni, hogy helyes tartásban végezze, mert ha ez nem, akkor ez még ott meg is fájdulhat neki. Ezért kénytelen vagyok figyelni. Melyik volt a legkimagaslóbb eredményed versenyzőként, mert hogy ilyet is olvastam, aha, hogy... Hát az nagyon jó volt, amikor versenyt nyertem 2003-ban, ezt a országos raksarki táncművészeti versenyt, ez akkor volt a legrangosabb táncverseny, amit Magyarországon rendeztek, akkor még nem volt sok, még csak ez az egy volt. És ennek az volt a fő díja, hogy Kairóba lehetett menni a Nemzetközi Táncfesztiválra, és hát ez egy fantasztikus dolog volt, amikor az ember ez egy ilyet nyer. És utána, amit még nagyon szerettem csinálni, én mindig szerettem ezeket a művészeti projekteket, tehát a versenyzésnek ugye van egy ilyen tólik határa, tehát hogy az ember megnyer egy versenyt, megnyer egy másik versenyt, ez tök jó, de hogy ezen túl én mindig szerettem volna valami mást is mondani, ugye ezzel. Nagyon szerettem ezeket a táncszínházakat. Tehát amikor valami történetet, vagy egy valamiféle mondandót adtunk át egy ilyen táncba csomagolt köntössel, és akkor itt voltak ilyen projektjeim, amiket Tália Színházban volt egy ilyen táncszínházi projekt, ennek az volt a címe, hogy Hallatlan és Hallhatatlan Raksarki. Az egy nagyon jó kis előadás volt, illetve most legutóbb csináltam egy másik táncszínházi előadást, ami így reflektált erre a mostani helyzetre. Hát, amit mondasz, az pont aláhúzza azt, amit én gondoltam, például a ritmikus gimnasztikáról, vagy ritmikus sportgimnasztika volt régen, vagy éppen gondolok a műkorcsolyáról, hogy nehéz eldönteni, hogy meddig sport, honnan művészet. Hát igen. Ez egy picit hasonló. Igen. Tanárként, oktatóként melyik volt a legnagyobb sikered, hogyha egyáltalán ki lehet emelni ilyet, vagy általánosságban mit tartasz? Hát igen, ez egy nagyon jó, tanárként sok sikere van az embernek. Az egy nagyon nagy siker, amikor a csoportja nyer. Az egy nagyon nagy siker, amikor egy tanítványa nyer egy versenyen. De az is egy borzasztó nagy siker, amikor egy tanítvány mondjuk, ahogy fejlődik, leküzdi a gátlásait. És a szemem előtt válik egy nőből, egy hozzám érkezett nőből, akinek problémái vannak, rossz közérzete van, egy kinyílt, kivirágzott emberré. Tehát az egy nagyon nagy siker. Jó tesz ez egyébként a visszajelzések alapján mondjuk ennek egy ilyen típusú nőnek a magánéleti dolgaira, a párkapcsolatára, tehát ott is pozitívunként jön át az, hogy nagyobb lett az önbizalma, a gátlásai alól felszabadult, ez általában termékenyen hat a párkapcsolatokra? Vagy hát ez az persze emberenként változó, hogy kinek ez mit fog hozni, de van olyan, amikor igen. Tehát ugye, mert hogy itt, tehát igen, van, hogy pozitívan hat, igen. Tehát főleg az, hogy mondjuk párkapcsolatot tud kezdeményezni. Uh-huh. Tehát mondjuk könnyebben nyit kifelé. Mert általában az szokott lenni, tehát hogy az mondjuk ritka, hogy van egy rendkívül boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolat, és akkor abból valaki keres valamit. Akkor van ilyen is, aki jön táncolni, de akkor ő azért jön, mert valami sportot keres. Uh-huh. Valami hobbit keres, amiben ő mondjuk táncos, mert jó a tánc, ne legyen aerobik, mert ez igazából ezt szokták szeretni a hastáncban, hogy ennek van egy ilyen kifutása. Tehát nem az van, hogy csak megizzadok, és akkor éreztem az izmaimat, hanem van valami fejlődés benne, ezt szokták szeretni. De most nagyon sok esetben viszont azért jönnek, mert valami magánéleti problém, valami történt velük, valami van.
És akkor, amikor elkezdik ezt a táncot, például olyan is volt, akinek volt egy ilyen bálás közeli, nem tudom, helyzet, és akkor utána pedig rendbe jött a kapcsolata. Tehát, hogy újra rendezték így egymás között ezt a dolgot. Ezt most nem tudom, hogy ez az én, mennyire vagy, van nekem ehhez közöm, hát ez az ő dolguk volt, de hogy a nőn segítette ez, vagy az életfelfogásában segítette, azt nem tudom, de az biztos, hogy azóta meg tanít táncot. Tehát annyira nem hagyta el, hogy ő tanít táncot. Nagyjából a célcsoportot, hogy kiket vártok, vázoltad. Annyit kérdeznék még így befejezésképpen, hogy Budaörsön hol lehet benneteket elérni? Hát az ABS-ben van most tanfolyamunk, tehát a szombatonként van 10-től 11 óra között, és egyelőre egy órát hirdettünk meg, mert ugye most kezdünk ott lenni. Szoktam ott szervezni különféle ilyen csapatépítőket, meg mindenféle programokat van, hogy mi is oda megyünk, így a tánciskola többi tagja, és akkor várjuk szeretettel, aki így érdeklődik, meg szeretné, úgyhogy egyelőre most ott lesz a bázisunk. És hát ott fogunk elindulni. Jelentkezni hol lehet? www.saba.hu, és a honlapunkon megtalálható az összes információ. Tehát, hogy lehet jelentkezni a tanfolyamokra. Sok sikert kívánok, beszámolunk majd a soros eredmények. Reméljük, hogy Budaörsnek is jó hírnevet szereztek a táncosokkal. Köszönjük. Köszönöm szépen.